Zsúfolt reggel volt a rendelőben, amikor 8:30 körül bejött egy bekötözött tujjú idős úr. Rögtön szólt, hogy siet, mert 9 órakor van egy nagyon fontos találkozója. Tudva, hogy eltelik még fél óra, míg megérkezik az orvos, kértem, hogy foglaljon helyet. Miközben a rendelőben tettem-vettem, figyeltem, milyen türelmetlenül néz percenként az órájára. Időközben arra gondoltam, megtehetném, hogy leveszem a kötését és megnézem, miről van szó. A seb nem tűnt súlyosnak. Eldöntöttem hát, hogy fertőtlenítem, és egy kis beszélgetésbe elegyedtem az öreg úrral. Megkérdeztem, hogy mennyire fontos ez a találkozó, és hogy nem szeretné-e mégis megvárni az orvost a seb kezelésével. Ő azt válaszolta, hogy feltétlenül az idősek otthonába kell menjen, ahogyan azt évek óta mindig teszi, hogy együtt reggelizzen a feleségével. Udvariasan a felesége egészsége felől érdeklődtem, mire kedvesen elmesélte, hogy Alzheimer kóros felesége 7 éve él az idősek otthonában. Gondolva, hogy a feleség egy tiszta pillanatában esetleg felizgatná magát az ő késése miatt, siettem, hogy kezeljem a sebét. De az idős úr elmagyarázta, hogy 5 éve nem ismeri fel. Akkor csodálkozva megkérdeztem. És ön minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek? Egy édes mosoly és egy lágy kéz simogatás közben ezt válaszolta. Az igaz, hogy ő már nem tudja, hogy én ki vagyok.